Sziasztok everybody, itt Kaktusz, és ma egy újabb Let's Play-es videóval készültem nektek. A mai videóban elkezdjük építeni azt a már régóta emlegetett ipari farmos részt. A hegybe lesz ez az egész beépítve, és ide, ebbe a hegybe lesz beépítve. Itt lesz elvileg a bejárat, már mondjuk nem tudom. Én úgy gondoltam, hogy ott lesz a bejárat, de mi lenne, hogy itt lenne? Hogy beledugnánk a vizesésbe? És szerintem, hogy beledugnánk a vizesésbe, szóval inkább itt lesz a bejárat. Az, hogy hogy, azt még nem tudom, de az biztos, hogy rengeteg fára lesz majd szükségünk. És egy 3x3-as ajtót szeretnék. Jó, akkor itt kezdjünk el szépen beásni. Na, én kiástam egy ekkora szobát, ami elég nagy, de majd még ennél is nagyobb fog kelleni. Na hát én kiástam egy ekkora szobát, ami láthatóan hatalmas, de ennél még azért jóval nagyobb fog majd kelleni. És amúgy azért tudtam ilyen gyorsan kiásni, mert igazából ti ezt nem tudjátok, hogy milyen gyorsan ástam ki, de gyorsan ástam ki, mert a Fortune-os pickaxe-emet használtam, az elsőt, amúgy csak Fortune 2 és Efficiency 4 van. Mert ugyebár hát ezen a Fortune 2 így már haszon talál, hogyha van egy Fortune 3-as csákányom is. Szóval ezt tulajdonképpen most eltörhetem, de azért nem fogom eltörni teljesen, remélem. És hát ja, akkor kezdhetjük is a díszítést, csak az a baj, hogy egyedülre nem igazán tudom, hogy ez a díszítés, ez hogy kezdjek hozzá. Aha. Akkor hát először nyilván a falakkal kell kezdeni. Tegyem simán csak deszkával az elején. Utána majd fogok valami mintát csinálni. Lehet, amúgy kellett volna fát vágnom videón kívül, mert ez nem lesz elég, ami van nekem most a csesztekben. Meg lehet, hogy kellett volna magammal fát vinni, mert nincs nálam egy darab fa sem. Szóval, ja, akkor azt most így hozok, mert arra igen csak szükségem lenne. Amúgy nem tudom, hogy használják-e lombot. Szerintem csak fogok lombot használni, ezért hozok párat. De nem biztos még. Szóval mindjárt csak meglátjuk. Így, né? Ilyen gyorsan ás ez a csákány, azért elég durva, én azt mondom. Itt menjen szerintem egészen a plafonig. Nem tudom. Ja, az így jó lesz ez így. Itt is. És ugyebár letét a folyosó majd még hosszabbodni fog előrefele. Csak mert még majd előrefele lesznek mindenféle gépek. De én azt mondom, hogy egyelőre, ameddig még nem fogjuk ezt arrafele folytatni, addig így zárjuk le. Mert miért ne? Oké. Akkor ez egy egyelőre így... így valami. És hát egy nagyon különleges díszítést terveztem padlónak, mert ez nem ki lesz rakva deszkával, hanem fű lesz. Szóval, hogy ilyen fű lesz. Ami pont a lehető legjobb helyen van, mert innen majd tud tovább terjedni. Szóval, hát igen, ez egy nagyon furcsa díszítés. Először azt fogjátok szerintem gondolni erről, hogy ez egy hülyeség, de higgyétek el, jól fog ez kinézni. Én garantálom. Na, így gondoltam, és rájöttem, hogy azért ne legyen az egész fűvel kirakva, hanem így. Így szépen. Itt mellette lesz egy ilyen farönkrés, és amellett pedig sima deszka lesz, legalábbis én szerintem az úgy jól néz neki. Így szépen kirakom. És a plafonon is. Plafonon is legyen akkor ez. Mert szerintem ez nagyon jól néz neki. Szerintem ez a design ide ebbe a falba nem olyan szép. Inkább hozok glowstone-t, és akkor azt fogok mögé rakni, és akkor szerintem szép lesz. Mert így akkor egy ilyen világítás fog onnan kijönni, és sokkal jobban fog szerintem kinézni. De mindjárt megnézzük. Bár nem tudom, így ez nekem annyira nem tetszik, hogy itt nincs is semmi különleges benne. Így. Hát így azért már azt mondom, hogy jobb. Igen. Na, de több lámpa kell ide. Még ezt a kettőt ide lerakom a két végére. És akkor azt mondom, hogy jó. Így, és még egyet ide. Így. Na, így mondjuk jó. Csak itt most hogy kezdődjenek a dolgok, mert így ki fog lógni, hogyha nem megfelelően kezdem el. Nem, ezt innen nem szedetem ki. Szerintem legyen úgy, hogy csak azt szedem ki, amit ki szedhetek.
Úgyhogy ne rongálják bele a külső tájba. Aha. Ezt innen már nem szabad, hogy kiszedjem. Jó, így szerintem ez jó lesz. És... hát akkor ezt csak így simán beépítem. Azt csá. Vagy azért ide is rakjunk egy kis... díszítést, mondjuk így. Hogy ez így innen kezdődik, vagy nem tudom. Ez így jó lesz, ja. És amúgy a fű az hatalmas sebességgel terjed, azt nézem. Jó van, hogyha ez teljesen végigmegy, akkor nagyon jól fog kinézni, garantálom. És akkor itt oldal sima deszka lesz a padló. Ezt a másik oldalon is meg fogom csinálni. Na így. Így lesznek a dolgok, itt hogyha ez végig fűesedik, nagyon jó lesz. És igazából az... igazából még ma egy... farmot meg is szeretnék ebből csinálni, méghozzá egy tojásfarmot. Hát, a tojásfarmhoz kelleni fog egy csirke. A csirkénk az itt van. És ez termel itt nekünk a tojást, és egy darab van most nálam, de a chestben van már egy csomó. 12 darab, vagy 13 darab. Hát ez nem csomó, de remélem ebből lesz 2 darab csirke, és akkor be tudjuk már indítani a tojásfarmot. Mert hát annyi lesz a lényege, hogy rengeteg csirkének kell majd állni a 2, vagy nem tudom mennyi hopperen, aztán abból majd jönnek a tojások, de az a baj, nem tudom folytatni a farmot, mert nincsen fám, emiatt elmegyek fát vágni, aztán lesz fám, egyértelműen. Na hát vágtam is nem kevés fát, remélem ennyi már elég lesz, és nem tudom, hogy hogy csináljuk tovább a bázist, az, az igazság, mert milyen bázist, nem tudom mi ez, ezt a helyet, ahova az automatikus farmjainkat csináljuk. Szerintem ez így jó lesz ide a bejárathoz, de... ennél tovább így nem jutottam, hogy most mit kéne ide csinálnom. Egyszerűen nem tudom, hogy folytassam. Hát... Mit szólnátok, hogyha... itt glowstone-ok lennének benne. És akkor ilyen lombbal lenne ottan megcsinálva a dolog. Szerintem ez egy jó ötlet, csak nem tudom, van elég glowstone-om. Bár mondjuk szerintem van elég. Amúgy még gyorsan megnézem, mennyit termel ez a farm, mert... wow! Eléggé sokat termel, mert nézzétek meg! Ezt úgy termelte, hogy nem is annyira régen csináltam meg, vagy mi az, pakoltam át őket. Jó van. Termelget ez a farm, csak arra jöttem rá, hogy ez még kicsi. Szóval majd még nagyobbítani kell, de hát az majd csak később, mert most nekem ilyenekhez nincs kedvem. Mit is akartam hozni? Nekem glowstone kellett, jó. Akkor csinálok meg ilyen 16 darabot. És nézzük meg, mondjuk a lomb. Ez nem árt. Lomb az szerintem nagyon szép építőanyag. Itt ebben a sorozatomban látszik, hogy mennyiféle király dologhoz lehet felhasználni. Szerintem kirakom teljesen, hát most ne spóroljogassuk itten. Akkor nem néz ki annyira jól. És nem legyen itt is a palafonban. Vagy nem itt igazándiból, inkább teljesen kirakom. Csak lombbal rakom ki, és úgy lesz, hogy a glowstone-okat azokat csak így ide középre ebbe a sávba rakom be. Szerintem ez egy jó építési ötlet, basszus. 3-at kaptam vissza, na mindegy. És akkor, ja, ezt megcsinálom. Na hát végül is így nézünk ki. Szerintem tovább ezt már nem akarom itten csicsázni, csak majd itt a falakat fogom megcsinálni, de... azt nem most, az biztos. Na, akkor szerintem inkább vágjunk bele a projektbe, amit szerettem volna megcsinálni. Úgy Suzanne-ben. Itt fogom szerintem csak simán elkezdeni a szélén. Így leszek a dekorációk, azt csá. Oké, akkor hogy legyen? Először is kell egy chest rész a csirkéknek, ahova majd bejönnek a tojások. Ugyebár hát 2 darab chest kéne minimum, mert nagyon sok tojás fog majd jönni. Szóval majd még meglátjuk, hogy lesznek a dolgok. Égni.
Na, itt lesz kettő darab chest, akkor itt lesz egy hopper, itt lesz még kettő chest. Akkor amögött lesz meg még kettő hopper. És akkor... Ops! Na, ez egy probléma. Én azt hittem, hogy itt ez itt már itt nincsen. Jó, akkor megcsinálom normálisan, és majd befedem, mint hogyha ez a hegy ez így lenne. Akkor még plusz munkát kell majd magamnak itten csinálnom. És hát lesz itt még egy bejárat, vagy egy feljáratszerűség, ahol majd létre fog vezetni, hogy felülről majd tudjam itt így etetni a csirkéket, meg ilyenek. Na mindegy, inkább megcsinálok mindent, és akkor megépítem. Na itt is vagyok, itt van nálam minden, ami kell. Hoztam 6 darab kőszlebet, mert annyit tudtam egyszerre kraftolni, hogy ide rakassak szlebeket, mert szerintem ez így jól néz ki így a chest alatt. Igazából jelentősebb oka nincsen, csak emiatt csináltam. Akkor jöhet ide egy hopper, erre még egy dupla láda. Így. És akkor ezt innen most én gyorsan kipucolom. Itt most nem fogok vágni, mert gyorsan szétdarálom a csákányommal, aztán csá. És akkor ide jön a 4 darab hopper. Ugyebár hát volt nekem 3 darab a chestben, de kraftolnom is kellett még, mert nem volt elég. És akkor... Na, hogy legyen hátulról. Legyen így, így csak simán. Így. Jó, jó lesz ez is szerintem. Csak így simán. Oké, akkor oldalról is kell az neki díszítés, meg a chestek mellett is kell neki díszítés, mert... Azért, mert ez ki fog látszani így az üveg mellett. Így. Mindent megcsinálok. És itt nem oldalról majd be lehet nézni. Van egy bánya. Mindegy. Ez igazából csak segít nekem, mert kevesebbet kell majd ásni. De lehet, hogy így majd többet kell építeni. Ami meg igazából annyira nem pozitív dolog, de mindegy. És akkor majd így innen lehet a csirkéket etetgetni. Így. Így. Ígyni. És akkor innen lehet majd a csirkéket etetgetni. Oké, okay, de azért ezt a falat itt még be kéne, hogy fejezzük. Itt teljesen. Az a baj, hogy itt egyelőre eléggé kint vagyunk a szabadban, pedig így nem kéne kint lennünk a szabadban. Nem, ez itt így nem jó. Még egyelőre nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez hogy lesz, de úgy nagyjából így. És akkor oda is egy fát. Jó, így. Na. Ez egyelőre jónak néz ki. Most már csak azt kéne valahogyan kitalálni, hogy hogyan jutunk fel. De nem is kell kitalálni, mert már tudom, hogy hogy kell. Hogy fogunk feljutni. Mert csináltam létrát. És akkor úgy lesz, hogy itt is szépen felmászol, és itt. Itt lesz majd a járat. Ide. Szóval, ha jobban belegondolunk, az a kis barlang, az semmit nem segít nekünk. Ne pontosan kikerüljük. Így. Na. Akkor ez itt így nagyon gut. De azért itt egy nagyobb területet csinálok. Nagyon királyságos. És ez is itt legyen mondjuk egész farönkből. Na milyen jól néz ez már ki. És amúgy ez a film már nagyon terjed. Ha be fog terjedni teljesen, akkor jól fog kinézni nagyon. És akkor itt mondjuk fusson egy gerenda. Mert az is amúgy látszódni fog. Így. Na! Jól néz ki a dolog. Legalábbis én azt mondom, hogy nagyon jól néz ki a dolog. Úgy, hogy legyen. Csak így simán. Itt errefele, hogy legyen. Itt is csak simán deszkázom be, az nem lesz már túl egyhangú. Nem, de annyira nem érdekel most, hogy egyhangú-e vagy sem. Az a lényeg, hogy legyen meg. Mert már... Nom egy kicsit így a Minecraft-ot. Aztán meg kéne ezt így fejezni. Ezt a részt. Mert ugye bár hát ezt még meg szeretném ebben a részben csinálni mindenféleképpen. Jó, még farönköt
veszünk elő, ezt is itt mindenhogyan betömködjük. És akkor itt nem csak be lesz itt tömve, hanem lesz egy farönk a közepén, mert ez így pont ilyen 3x3-as, aztán ez így jól néz ki, hogy itt egy farönk a közepén. Legalábbis én úgy gondolom. És akkor legyen itt is, mert itt is ilyen 3x3-as szerű. Na. Akkor szerintem már be is kerülhet az üveg akár. Innen fogom így berakni. Így. Csak úgy lesz az üveg. Bár lehetséges, hogy nem is így lesz egészen. Hanem mondjuk, hát nem tudom, jó lesz ez így most igazából, már nem akarom tovább bonyolítani, jó lesz ez így. És hozom a tojásokat, és megnézzük, hogy mennyi csirkénk lesz, hogyha nem lesz egy darab sem, akkor szomorú leszek nagyon, mert akkor még kell majd tojást gyűjtenem, meg ilyenek, vagy csirkét csalogatom, vagy még nehezebb. Oké, dobáljunk! Egy csirke. És ennyi. Egy darab. Hát akkor még majd kelleni fog nekünk tojás. Az biztos, mert ez így nem állapot, hogy nincsen, csak egy darabunk. De ez is azért jobb, mint hogyha egy darab sem esett volna. Jó. Akkor én úgy gondolom, hogy ezt a részt már le is zárhatjuk. Váó, a film majdnem teljesen átterjedt. Szóval, ha tetszett ez a videó, nyomd rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!